Idézek önöknek a GKI legfrissebb elemzéséből, a magyar jog és intézményrendszernek az európai piacgazdasági normáktól egyre inkább eltérő jellege és gyakorlata tőke kiáramláshoz vezet, széleskörű kritika tárgya az EU-ban, pozitív kisugárzását semlegesítik a negatív folyamatok, mármint az államháztartási hiány csökkenése az a pozitív, hibás gazdaságpolitikai és intézmény átalakítási lépésekhez való ragaszkodás jellemzi a kormányt, és érződik ez az IMF tárgyalásokon is, mármint hogy a körüli, mert még tárgyalás nincs, húzavonában a nemzetközi intézmények távol tartására törekszik ez a politika. Vértes András a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na ebből én azt olvastam ki, hogy ha a nemzetközi intézmények távol tartására törekszik a kormányok, az IMF távol tartására törekszik a kormány, tehát nem is akarunk igazából velük tárgyalni. Hát természetesen, hát ezt látjuk, 8 hónapja beígérték, hogy leülnek tárgyalni az IMF-fel. Ott volt egy kis megakadás még decemberben, aztán januárban azt mondták, hogy most azonnal mindent teljesítünk, és már január óta is eltelt 6 hónap, és még mindig nem sikerült. Tehát ha a magyar kormány akarta volna azokat a törvénymódosításokat, amiket most benyújtott, és amivel valószínűleg vége van ennek a történetnek eddig a pontig, hát ezt simán megcsinálhatta volna február legelső napjában, vagy akár már januárban, ha éppen rendkívüli, mert akkor még az is fölmerült, hogy rendkívüli parlamenti ülést is össze lehet erre esetleg hívni, de ezt nem akarták, de akkor mondjuk februárban megtette volna. Nem tette meg. Miért nem tette meg? Mert nem akar megegyezni. Teljesen nyilvánvaló, nem akar tárgyalni. De miért? Nem akarja, hogy beleszóljanak a dolgaiba. A magyar kormány úgy gondolja, hogy helyes gazdaságpolitikát folytathat. Erről az elmúlt napokban is meggyőződhettünk, hogy a propaganda gépezet szórja az önmagában nem helytálló megállapításokat. Ha megnézzük a tényleges gazdasági helyzetet, azt láthatjuk, hogy a magyar gazdaság minden szempontból Európa egyik legrosszabbul teljesítő országa. A környező régióhoz képest egyértelműen leszakadóban vagyunk, az Európai Unióból kimaradóban vagyunk, tehát minden előrelépésből, minden integrációs lépésből kimaradóan vagyunk, és Magyarországról pedig úgy csöndesen távozik a tőke, és csöndesen távozik a jó munkaerő. Hát mi ez, ha nem, hogy mondjam, egy gazdasági csőd? A tárgyalásokkal, illetve a jegybank törvény módosítással kapcsolatban, ami a tárgyalások megkezdésének egyik feltétele lenne, kérdeztem tegnapi napon Girosz-Hesz András kormányszóvivőt, és azt mondta, hogy mi mindent időben teljesítettünk, tehát időben válaszoltunk, időben megküldtük, és hogy volt olyan, hogy például az LKB az valami 5 hétig ránk se bagozott, és nem válaszolt arra, hogy ez a módosítás most jó vagy nem jó. Én nem emlékszem ilyenre, hogy mi folyamatosan piszkáltuk volna az LKB-t, hogy nem tetszettek megkapni a levelünket, vagy mi van már, de állítólag, vagy hát legalábbis a kormányszóvivő szerint ez így volt. Hát elég hosszú ideig szóba se álltak az LKB-val, hanem csak az Európai Bizottsággal. Mármint a kormány. Így van, a kormány nem állt szóba az EKB-val direktbe, közvetlenül, csak akkor, amikor az öt oldalú tárgyalások elkezdődtek. A magyar kormány vezetői nem ültek le a jegybank vezetőivel megbeszélni ezek a jegybankkal kapcsolatos problémákat, és tehát az Olli Rehn csapattal, az Ecofinnal kommunikáltak, meg az Európai Bizottság embereivel. De mindegy, a dolog lényege az, hogy ezeket a módosításokat simán végre lehetett volna hajtani februárban. Akkor, amikor kormányzati politikus vendégem van, én mindig azokat az érveket tudom felhasználni, amely érveket itt hallok az adásban önöktől. Öntől és más közgazdász kollégáitól, legyen az Mellár Tamás, legyen az Bokros Lajos, és bárki. Soha, de soha nem jutunk dűlőre, mármint, hogy kormányzati politikusok és én, mert mindig azt mondják, hogy nem igaz. Nem igaz az, amit önökre hivatkozva állítok. Tehát például ez, hogy módosítottuk időben, vagy módosítottuk volna, de nem álltak velünk szóba. Nem igaz az, hogy nagyon sok munkavállalónak rossz az egykulcsos adó, mert hogy nagyon sok munkavállaló jó az egykulcsos adó. Tehát, hogy én hiába beszélek, de valahogy ilyen hát siketek párbeszéde mindig, és ezt nem értem. Na jó, én azt gondolom, hogy vannak egyszer a tények, és vannak egyszer mindenféle politikai nyilatkozatok. Ma Magyarországon sajnos ismét az dívik, hogy előírják, hogy mit kell gondolni, nagyon gyakran újabban már a statisztikai hivatal jelentései is nélkülözik a tárgyszerű objektív elemzést. Például eltűnt a reálbér, nem tudom, hogy a reálbér fogalmát azt újabban látta-e statisztikai jelentésekben, nincs reálbér Magyarországon, ugyanis csökken. Tehát nem picit csökken a reálbér, hanem nagyon csökken. Az elmúlt hónapokban 3,7 vagy 4% különböző mértékek jöttek ki nekünk, mert mi kiszámoltuk. Nyilván a KSH is kiszámolta, valószínűleg nem engedték neki közölni. És a KSH csak mit közöl?
Hát a KSH nyilván közli a bruttó bérnövekedést, a nettó bérnövekedést, és itt megáll. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy a nettó bér ugye az, amit a zsebünkbe hazaviszünk, ez egy nagyon fontos mutató, de ha közben az infláció megemelkedik mondjuk kereken 6%-kal, mint ahogy az elmúlt hónapokban nagyságrendileg 5,9-5,7%-os, tehát ilyen infláció volt, hát ezt nyilván el kell osztani egymással, és akkor jön ki, hogyha nekünk 2%-kal nőtt a nettó keresetünk a zsebünkben, és mondjuk kereken mondva 6%-kal nőtt az infláció, akkor 4-et vesztettünk a dolgon, ugye? Ez érdekes módon eltűnt de a KSH jelentéseiből. Ebbe se jutottunk dűlőre tegnap a kormány szóvivővel. Tehát ezt magyaráztam én is, hogy más a bruttó, meg más a nettó, és hogy hol van az infláció. De a kormány szóvivő kizárt dolog, hogy annyira hülye lenne, hogy ezt ne tudná. Tehát ilyen nincs. Itt csak arról van szó, hogy hülyének tetetik magukat. Nem. Szerintem meg nem. Tehát, hogy senki nem teteti magát hülyének, hanem egyszerűen van egy akkor kommunikáció. Akkor parancsa az már, bocsánat, ez is nem, lehet. Ezt én nem tudhatom természetesen. De kommunikációról beszélünk, nem emberek minősítéséről, különösen nem képességeikbeli minősítéséről. Így van. Tehát, hogy ez egy kormányzati kommunikáció, amit képviselnek, ez egészen biztos. De hát valahogy a számok meg mást mutatnak, tehát itt nagyon nehéz ilyen esetben amikor vitázni. Amikor az export csökkent, akkor az jött ki, hogy nőtt a külkerforgalom. Ezek borzasztó jelek. Tehát amikor már minden statisztikában meg kell találnunk azt, amit nőtt, és nem a lényegről beszélünk, az egy katasztrofális jel. De ez az egész kommunikációt jellemzi. Tehát mindig csak arról beszélünk, csak azt a mutatót keressük meg, ami pozitív, és hát persze mindig lehet egy-egy ilyet találni, egy valami. Így alakul, és nem figyelünk a többire. Teljesen nyilván, hogy a lakosság 20%-a nyert körülbelül az egykulcsos adón, és nagyjából 50-60%-a vesztett, középen meg olyan nullás, tehát aki nagyon nem vesztett, nagyon nem nyert. De ez minden vizsgálat, minden szociológiai, közgazdasági elemzés ezt igazolja. Azon gondolkodtam most így, hogy ezt a dilemmát egyáltalán felvetettük, hogy kormányzati kommunikációban mi hangzik el, és mit mutatnak a számok, és mit mondanak a közgazdászok, akik nem fogadják el a nem ortodox gazdaságpolitikai tanukat, hogy ha van egy országban egy kormánynak egy gazdaságpolitikája, amiről oly sokan mondják, hogy nem jó irányba viszi a gazdaságot, oly sok negatív hatást tudunk felmutatni ennek következtében, reálbérek csökkenése, munkanélküliség, és így tovább. Tehát, hogy senkit, tehát azt szerintem ön sem feltételezi a kormányról, és egyik kormányról sem feltételezte, hogy szándékosan rosszat azt akar az országnak, szándékosan rosszat akar az embereknek. Akkor meg csak arra tudok gondolni, és akkor támasz alá, hogy van-e ilyen egyáltalán, csak arra tudok gondolni, hogy akkor lehetnek olyanok, akik ennek a gazdaságpolitikának mégiscsak a haszon élvezői, tehát akkor inkább az ő érdekükben van ez a gazdaságpolitika? Mert azt nem feltételezem, hogy szándékosan sokaknak rosszat akarnak, hanem lehet, hogy szándékosan szűkebb rétegnek, de nagyon jót akarnak. Lehet? Szóval a mi elemzésünk az azt mutatja, hogy a magyar gazdaságpolitika az egyértelműen zsákutcába és tévútra került. Ez azzal indult, egy illúzióval indult, hogy majd el tudunk növekedni borzasztó gyorsan, és majd kinőjük az adósság problémát, meg a költségvetési problémát, és ezt azonnal ugye egy nagy deficittel próbálták megcsinálni, ezt az Európai Unió nem engedte. Ebből a kudarcból, ebből az induló kudarcból állandóan újabb kudarcokra lépünk tovább. Az történik ugyanis, hogy emiatt aztán léptek olyan dézsmákat, olyan vagyonszerzési lépéseket, mint a magánnyugdíjpénztár, vagy a végtörlesztés, vagy például az, hogy kivetettek ágazati adókat, mert csak így lehetett egyensúlyban tartani a költségvetést azzal az adócsökkentéssel együtt, amit megtettek. És innentől kezdve kialakult egy olyan helyzet, hogy jogbizonytalanság van az országban, mert minden adót egy perc alatt meg lehet változtatni, mindent egy perc alatt be lehet vezetni. Ennek következtében ezt a gazdasági szereplők nem szeretik, a külföldi tőke se, de a hazai tőke se, kicsi se, nagy se, és ennek az az eredménye, hogy a magyar gazdaság belső piaca szűkül, a belső piac lefelé megy, a kicsi vállalkozások szenvednek, és ebből a kiutat keresik kommunikációságon, pedig nem kommunikációságon lehet kijutni ebből,
tartalmilag kell változtatni az egészen. De én már ezen túlléptem. Tehát akkor még egyszer mondom rövidebben, hogyha ennek a gazdaságnak, a magyar gazdaságnak a szereplőit nézzük. Van a magyar gazdaság szereplői közül olyan szegmens, amely szegmens jól jár ezzel van. A gazdaságpolitikával? Van, természetesen. Ki? Hát először is van az a mondjuk az 20%, 20%. Így van, aki nyert ezen a dolgon. Bár a mi elemzésünk azt mutatja, hogy most már ők sem képesek, vagy nem akarnak Magyarországon befektetni. Nem tudjuk, hogy melyik igaz, hogy képesek vagy akarnak, de nem fektetnek be. Megijedtek ők is attól a folyamattól, ami kialakult a magyar belső piacon. Tehát valójában már ők sem nyertesei ennek a dolognak. Jól láthatóan nyertesei ennek a dolognak azok a szűk cégcsoportok, amelyek nagyon közel állnak a hatalomhoz, és amelyek külön nagy állami megrendeléseket, vagy kierőszakolt piaci... Tehát az összeshez képest persze, ekkora? Persze, kierőszakolt piaci megrendeléseket kaptak. Ez pici rész, abszolút pici rész. Ez hát nem véletlen, hogy értük a társadalmi... szól ez a gazdaságpolitika? Én nem gondolom ezt. Én azt gondolom, hogyha egy politika elindult egy úton, nagyon nehezen tud változtatni. Pláne egy olyan politika, amely bizonyítottan, most már mindenki által bizonyítottan kudarcot kudarcra halmoz. Tehát itt most már a beruházási rátánk 16%, erről úgy tudom, már beszéltek ebben az adásban, tehát nem akarom kiragozni, de ilyen beruházási rátája nincs Európában. Hát van még három országnak, de plusz passz, de a környékünkön egyetlen országnak sincs. Mert hogy ilyen alacsony. Ilyen alacsony, így van. A magyar gazdaság olyan recesszióba kerül idén, ami biztosan veri az egész régiót. A Magyar Nemzeti Bank szerint ez friss elemzése, ők is módosítottak, 0,8. Mármint recesszió. A tegnapi napon jelent meg egy kelet-európai konszenzus, az 0,9-et mond, de a többség, ez 18 cégnek a válaszainak az átlaga, a többség már egy, mínusz egy és mínusz másfél közötti számot mond. Hát akkor mondjuk önök az egyik legpesszimistább. Mi a másfélnél vagyunk, igen, ezt mondja egyébként jó néhány más cég is, de én mindig mondtam, hogy ha a mínusz másfélből mínusz 1,2 lesz, lehetséges. De ugyanígy lehet mínusz 1,8 is. Amit épp akarok mondani, az az, hogy egy komoly recesszióban vagyunk, biztos, hogy nagyobb recesszióban, mint az összes többi régióbeli ország, ami mutatja már, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk. És a legnagyobb baj, hogy ebből kilábalási stratégia sincs. Tehát ennek nincs perspektívája. Tehát az a lenyomott beruházás, lenyomott belső fogyasztás, kivéreztetett gazdaság jogbizonytalansággal és beruházás csökkenéssel, ez a biztos stagnálás vagy icipici növekedés az elkövetkező évekre. És ez az igazi nagy veszélye ennek az egész történetnek. 2013-ra elképzelhető icipici növekedés, az MNB-t mondom szintén, tehát ők már a 13-ra minimális növekedést jósolnak. A mi számainkban is minimális növekedés van, nem hoztuk egyelőre ki, mert azt mondjuk, hogy a sok bizonytalanság miatt még ezt komolyabban elemezni kéne, éppen 0,8% van a mi papírunkon. Az MNB papírján is. Hát ez akkor teljesen véletlen egybeesés, de mindegy, ez azt jelenti, hogy a két év együttvéve mindenképp nulla. Tehát senkinél nincs pluszban ez, mindenképp nulla, ami azt mutatja, hogy a magyar gazdaság bizony egy nagyon-nagyon kedvezőtlen pályán van. Ha ez még hozzátesszük, hogy kimaradunk az uniónak a pozitív folyamataiból is, egyre kevésbé vagyunk képesek az EU-s forrásokat is felhasználni, ez nagyon kellemetlen jövőt vetít előre. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak a pénzszektor képviselői, mindjárt Felcsuti Péter lesz a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm.